Szeretettel köszöntelek benneteket. Szívem minden melegével köszöntök minden honfitársamat, háttársamat, bajtársamat. Engedjétek meg, hogy rajtatok kívül még köszöntsem azokat is, akik most itt közöttetek fizetésért vannak. Ők a gumifülek, azért, hogy jól meghallgassák, hogy itt miről beszélünk, és a gazdikhoz majd elmennek és jól elmondják. Fizetésért. Nekik csak egy mondattal még annyit, hogy szorgalmasan tegyék, maradéktalanul, hogy megkaphassák az érte járó fizetést. Viszont kétségük ne legyen abban a tekintetben, hogy a magyar nép sem marad adós a fizetésért. Én több mint 200 kilométerről eljöttem ide hozzátok, nem azért, hogy demonstráción vegyek részt, nem azért, hogy tüntessek, és főleg nem azért, hogy tüntikézzek. Mert az utóbbi időkben pont azért nem jelentem meg egyetlen egy szervezésen sem, mert ennek nem volt eredménye, nem volt hozadéka. Az emberek, akik kilettek fosztva, kirabolva, az utolsó kis 10 000 forintjukat áldozták fel arra, hogy följöjjenek Budapestre, jó elbeszélgessenek, elkiabáljanak, és az történjen, amit nem nagy tiszteletre méltó Gyurcsán professzor elmondott, hogy tüntessenek, majd megunják és hazamennek. Hát én most nem azért jöttem ide, hogy legyen honnan hazamenni, hanem egész másért vagyok itt. Honfitársaim, a mai nap a magyar történelem könyvének egy vadonatúj fejezetét kell, hogy indítsa. Ez az új időszámítás azt a nevet fogja viselni, hogy a szabad Magyarország kora. Én nagyon szeretném elmondani nektek, hogy mi volt a fő motiváció, hogy én most itt megvártam azt a sok beszédet, mert nekem már egyébként régen menni kellett volna hazafele, de leküzdhetetlen vágyat éreztem arra, hogy elmondjam, hogy két nagyon fontos dolog volt az, ami engem fölállított, és arra biztatott, hogy eljöjjek ide, mert tudom, hogy ez már egészen más történet. Az egyik az volt, hogy a közelmúltban láttam két nagy tiszteletre méltó honfitársamat, aki hosszú éveken keresztül pénz, fáradtságot, időt nem kimélve küzdött azért, hogy történjen meg Magyarországgal, a magyarok emberével az, hogy békében, nyugodtan élhessenek. És lám, csodák csodájára ez a két ember az interneten, a nagy világ szeme láttára elkezdett egymással küzdeni, majdnem egymás arcába vágták az öklüket. És el kellett, hogy mondjam, és most is, hogyha ez a harc így fog működni, az a harc akkora energiát vesz el az igazi harctól, hogy abba valószínűleg, abba fog elpusztulni a magyar nép. Abban a küzdelemben csak vesztesek lesznek. Vesztesek lesznek az a két honfitársam, és vesztesek, akik egyébként vezetők, és vesztesek leszünk mi. Ezt nem engedhetjük magunknak. A következő, amiért most itt vagyok, és ez legalább olyan fontos, hogy megkérjem ott a szomszéd oldalon, akik vannak, méltóztassanak most egy kicsit jobban rám figyelni, mert most valóban olyat szeretnék mondani, ami az egész napnak az értelmét fogja adni. Számíthatok a figyelmetekre? Az elmúlt néhány héten én annyi síró anyát, síró apát, könnyező nagymamát nem láttam, mint egész életemben idáig. Pedig nem ma születtem. Ezeknek az embereknek a könnye egyszer csak átváltozott betűkké, és ezek a betűk azok, amik megfogalmazódnak abban a mondatokban, amit most szeretnék nektek mondani. Ennek a címe pedig az, hogy a magyar nép üzenete. Hát akkor hallgassátok. A magyar nép üzeni a jelenlegi, mindegy, hogy illegitim, vagy nem nevezhetjük úgy, kormánynak,
az első számú emberének, aki számomra az első számú fővádlott, és a többi, az pedig szintén első számú bűntársa. Tehát nekik a következőt szeretném ajánlani. Rájöttünk arra, hogy mit terveltetek ki ellenünk, a magyar néppel. Tovább nem tudjuk ezt tűrni. Azt a gyalázatos háborút, amelynek a kellős közepén vagyunk, a magyar nép már nem teheti meg azt, hogy Istenem, kicsik vagyunk, majd úgy is jobb lesz, mert ez nem működik tovább. Nekünk, apáknak, anyáknak, nagyapáknak meg kell védeni azt a csodálatos alkotást, amelynek az a neve, hogy gyermek, és az a nemzetünk jövőjének a záloga. Nem várhatunk tovább. A gyermekeink tőlünk várják a védelmet, minek hiába várjuk a védelmet azoktól, akik egykor erre esküdtettek. Esküszegünk, hazaárulók, idegen hatalmaknak a parancsait teljesítik, és mi ezt némán kellene, hogy tűrünk. De én úgy látom, drágáim, hogy ti nem azok vagytok, akik ezt tűrni akarjátok. A következő az, amit én szeretnék ismét a figyelmetekbe ajánlani, hogy elérkezett a magyar nemzet történelmében az a csodálatos pillanat, amikor a rengeteg hulló csillagok között egy csillag lejött ide hozzánk, de az itt is van velünk. Olyan csodálatos, tudományos emberek éveken át küzdöttek azon, hogy majd ők megoldják a problémát. És erre föl megérkezik egy 34 éves fiatal ember, lejön ide a semmiből, és azt, amit ezek csináltak 30 éven keresztül, ezt pár nap alatt megcsináltak. Kapva vezér! Gyere légy szíves, drága gyermekem, ide jön hozzám! Engedd meg, hogy honfitársaim előtt is gratuláljak, és kedves fiam, azt mondjam, hogy te, amit kaptál ajándékba és küldetésbe, de ettől már nem szabad. Neked olyan küldetésed van, hogy nem mehetsz vissza. Viszont tudnod kell, hogy ez embertelen nagy erőfeszítéssel és felelősséggel jár. Ezt nem mondhatod vissza. Én arra kérlek, hogy figyelj, ami a világban körülötted történik, és csak ennek birtokába tudsz nagyon hatékonyan, nagyon tisztességesen a magyar nép szolgálatába állni, amit nagyon-nagyon meg fogunk köszönni és hálálni. Itt vagyunk veled, vigyázunk rád, de hallgass a jó szóra. Nagyon köszönöm. Drágáim, nektek meg a következőt szeretném mondani. Én úgy gondolom, hogy ez az üzenet, ami egyben vádirat is, a vádirat végén határozatot hozunk. A ti határozatotokat. Ezeket le fogjuk írni, és ha ez papíron van, akkor hétfőn déli 12 órakor a parlamentbe elvisszük, és odaadjuk a szemébe, vagy a fülébe, vagy valamit elszóljuk, annak, akit úgy nevezünk, hogy illetékes pari, ezt Orbán Vityusznak hívják. Van nektek ehhez kedvetek? Ugyanis itt beszélhetünk reggeltől estig, és elmondhatjuk, hogy milyen rossz nekünk, meg milyen szar, meg... De mit csinálunk holnap? Ez a lényeg. Ma mi ezért vagyunk itt, hogy ma határozzunk, hogy holnap mit tegyünk. Határozunk? Na akkor a következő. A vádirat az körülbelül 4-5 raklapnyi, úgyhogy az egészet nem mondhatom el. A főbbeket se nagyon. Annyit, hogy ezek a gazemberek a gyermekeink kivégéséhez nemhogy kormányzati támogatást adnak, hanem még biztatják is a szülőket arra, hogy ezt végezzék ki a saját gyereküket. Ezt nem hagyjuk. Ha semmi másért, de ezért nekünk oda kell állni, és azt mondjuk, hogy befejeztük. Na, akkor a következő helyzet. A vádiratnak is vége. A határozat pedig nagyon rövid lesz, az pedig így szól. Ki vagytok rúgva? Ha ki vagytok rúgva, ki vagytok rúgva. De, és akkor én most már mindjárt pakolok el, a következővel szeretnék elbúcsúzni. Azt kell ennek a bűnöző bandának, a élén álló figurának mondani, hogy az ő kezében még ott van egy fegyver. Ennek a fegyvernek a ravaszán a reszkető ujja ott van.
Ralph fegyverrel kettő dolgot tehet. Vagy szembenéz a csővel, de mielőtt elhúzná a ravaszt, belenéz, és tudjátok, hogy milyen golyót találod? Sok-sok millió magyar embert. Hát húzza el. Locs. A másik, amit tehet, remegő kézzel leteszi, letérdel, elnézést kér, és ami megengedjük neki, összepakolhatja egy kis nájlonszatyorra a cuccát, a portál leadja a kulcsát, és elmegy a kurva anyába. Beszélhetnék én erről még sokat, de az idő rövidsége miatt nem tehetem. Nagyon örültem nektek, és ha tényleg úgy gondoljátok, hogy hétfőn délek 12-kor elmegyünk, akkor értesítsetek a Csabán keresztül, én biztos ott vagyok. Még annyit, hogy nem szeretnék egyetlen egy családapát, családanyát bajba keveredni. Mert ezek a szimpatikus kis tetvek képesek még le is lőni azt az ember. Ha megengeditek és megtiszteltek a bizalmatokkal, akkor én el fogok egyedül baktatni a parlament lépcsőjéig. Legyetek ott mögöttem, és körülbelül másfél-két óra hosszán keresztül egy pisszenés nem szólunk. A lepke fing ágyudörgelés lehet. Ez a csend. El tudjátok képzelni, hogy micsoda erővel bír? A felismerhetetlenségig össze fogják fosni magukat. Úgyhogy így fogom csak odaadni nekik a papírt, és elhagyom a helyiséget. Nagyon várom az értékes válaszotokat. Ha megbíztok ember, nem fogtok bennem csalódni. Isten áldjon! Várjatok, várjatok! Még egy másodperc! Mert a szabán kell fogni a barátomat. Hétfőn hány órát mondtál? 12, én 12, azt hiszem jól emlékszem. Szenén is vagyok, de nem annyi. Én úgy emlékszem, hogy hétfőn déli 12-kor haramzúgással, kalompalással ott vagyunk. Nem jót mondtam? Jöttök velünk! Hétfőn 12 órakor! Hol? Hol? A Kossuth térre. De érdemes lenne egy kicsit előbb találkozni, hogy tudjanak csatlakozni hozzánk emberek, még az utca, járók elő. De még van egy most jó tett eszembe. Drágáim, ti lehet, hogy most hazamentek. Nem többet, de legalább két embernek mondjátok, hogy itt egy elmebeteg rénember valami olyan hülyeséget talált, hogy meg kéne csinálni. Próbából. Akkor körülbelül háromszor annyian vagyunk, mint most. Az már nem piti. Lehet ezt kérni tőletek? Nem baj, ha tíznek szóltok, de ha csak háromnak szóltok, az is győzelem. Most már engedjetek el. Sziasztok mindenkinek.